A rendkívüli hőség nagy mértékben megterhelheti a szervezetet, főként a különösen veszélyeztetett csoportok számára lehet nehéz átvészelni az extrém nyári időjárást. Ez az időszak a mentősök számára is plusz terhet jelent. A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban országos szinten mintegy 40%-kal növekedtek a segélykéréseknek a számai, a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedő embereket hatványozottabban viseli meg ez az időjárás, de természetesen most már akik nem betegek, nem nincs krónikus betegségük, őket is megviseli ez a tartós hőség. Mint a szakember mondja, Tolna vármegyében az átlagos napi 75-80 mentés helyett az elmúlt időszakban 95-110 eset volt a jellemző. Haladéktalanul mentők segítségét kell kérni, hiszen ezek a klimatikus viszonyok ezek azt eredményezik, hogy nagyon gyorsan hőguta, hőtorlódás tud kialakulni a szervezetnél. Hogyha a testhőmérsékletünk eléri, vagy meghaladja a 39,5 fokot, akkor amúgy az izzadás, ami hűsíteni egy kicsit a testünket, az megszűnik, és innentől kezdve kialakulhatnak ritmuszavarok, kialakulhat szédülés, hányinger, hányás, fejfájás, eszméletvesztés, majd pedig keringés megállás. A hőség riadó, bár vasárnap véget ért, azonban az extrém meleg később is érezteti hatását. Nyilván ennek még ugye lesz egy utóhatása, hiszen nagyon sok helyen azért a panellakások és a különböző közintézmények azok felforrósodtak, tehát hogyha el is múlik az extrém hőség, akkor tapasztalat azt mutatja, hogy körülbelül 72 óra minimum kell ahhoz, hogy a lakásoknak a hőmérséklete is csökkenjen, illetve maga az aszfaltozott területeknek és a térkövezett területeknek a hőmérséklete is normalizálódjon. Az időjárás az utakon a sofőrökre is hatással lehet, sokkal agresszívabbá, türelmetlenebbé és figyelmetlenebbé válhatnak. A balesetek száma ezáltal növekedhet, ez az elmúlt időszakban Tolna vármegyében is megfigyelhető volt.